Minden eddiginél többen indultak, a JASZ, valamint a Kiskun és Nagykun települések által ötötször szervezett kézjárató versenyen. A csapatok tagjai jókedvűen elevenítették fel a hagyományos mozdulatokat. A valóságos aratás azonban ennél komolyabb dolog, különösen ha a kalászosok árairól esik szó. JASZ Boldogháza alig 1800 lakót számláló Szolnok megyei kis település, mely nevét a boldog személy névből kapta, s azt először 1458-ban említették az írásos emlékek. A jászság, a kis és nagykunsági települések évszázadokkal ezelőtt hármas kerületbe tartoztak, így JASZ Boldogháza is. A hármas kerületi aratóversenyt 5 évvel ezelőtt hívták életre Kunhegyesen. Egy nagyszerű rendezvény abból az alkalomból, hogy közel 100 településnek egy olyan rendezvény, amely vándorol, mindig más település rendezi meg, és egy évben, minden évben egyszer összejövünk a hármas kerületekből ilyenkor. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott versenyre érkezett 17 csapat, a település határában kijelölt Búzaföldre indult, ahol majd a JASZ és Kun kapitányokból álló versenybírák számos szempont szerint figyelték az aratókat. Ám már a kasza verésekor eldől, ki milyen rendet tud vágni a gabonából. Búza, búza, de szép tábla, búza, kihajlik a boldogházi útra. Egy szép barna legény aratgatja, babájával keresztbe is rakja. Nagyon jó legyen megverve a kasza, nem kicsit kézve, szakértelem kell ehhez is, nagy gyakorlat, és jó kaszafém kell hozzá. Erre a természetes kövek a legalkalmasabbak. Ez a jó kasza élnek a titka. A mondás szerint, ha asszony hajtja a lovakat, eső lesz, és ha az asszony kaszál. Ugyanolyan szép rendek születnek, mintha férfi ember vágta volna, bár nem asszonynak való munka. A Kiskunfélegyházi csapatban viszont a tipikusan női munkát, a marokszedést végezte egy férfi ember sarlóval. Nem véletlenül, hiszen édesanyjától tanulta a búza marokszedését. Az aratóverseny egyik legidősebb tagja, 60 éve fogott kaszát az apja földjén. Kimorzsolja az ember, szép pirosnak kék lenni. Apám viasz érésbe aratta a búzát, hogy a csomóba érjen be, és a gyönyörű szép piros volt. Mostan kisüti a nap, megveri az eső, és nincs sikertartalom. A JASZ Boldogházi gazda, akinek földjén most a verseny zajlott, évtizedek óta gazdálkodik. Én úgy ítélem meg, hogy nem a hozammal van gond. A hozam az mindig ingadozott, de ha kevés volt a termés, akkor az ára valamennyire kiegyenlítette. Akkor, amikor egy mázsa jó minőségű búzája nem adnak 3000 forintot, ez tragikus. Ez tragikus. Én egy 3,5 tonnát várok összeátlagból. Szóval én pillanatilag letárolom a terményt. Azok vannak igazán nehéz helyzetben, akiknek hiteltörlesztési gondjuk van. Már ugye akkor nincs mese, oda kell adni. Na most hát ez meg nagyon megszégyenítő ára, ami most van. Az aratóverseny résztvevői közben asztakba rakták a búzát, összegerebjézték az élet minden apró elmaradt kalászát is. Ám az anekdótázás a főzőverseny eredményeinek kanalazgatásakor sem maradt abba, legfeljebb csak akkor, amikor kihirdették. A legjobb aratócsapat a JASZ Boldogháziaké. Nyomukban rögtön ott vannak a kunhegyesi süvöltők, míg a harmadikok a Kiskunfélegyházi haleszi kislányok lettek. A hármas kerület 5. kézi aratóversenyén, JASZ Boldogházán.